figyelmetlen előzések és kikanyarodás, közlekedési tábla figyelmen kívül hagyása és a nem megfelelő sebesség és követési távolságválasztás. Többek között ezek miatt történt 7 autóbaleset is Tolna vármegye útjain 2023 első hétvégéjén. Pénteken reggel 3:48 körül Nakona fő utcában közlekedett egy férfi Kapospula irányából Várong irányába, amikor balra kívánt kanyarodni, ezt indexeléssel jelezte is. A mögötte haladó autó sofőrje figyelmetlen volt, ennek ellenére előzésbe kezdett, így összeütköztek. A bekanyarodni kívánó autó sofőrje könnyebben, míg az előzésbe kezdő autó vezetője súlyosan megsérült. Ugyanezen a napon Dunaföldváron kerékpárost gázoltak. Egy sofőr nem adott elsőbséget a szabályosan elektromos kerékpárral közlekedő nőnek. Az ütközés következtében az asszony súlyos sérüléseket szenvedett. Több anyagi káros baleset is történt a hétvégén, többek között Pincehely, Bonyhád és Bátaszék térségében. A 6-os számú főút sem maradt balesetmentes az év első hétvégéjén. A 144-es kilométer szelvénynél csúszott össze vasárnap 5 személyautó. A balesetet egy figyelmetlen sofőr okozta. A 144-es kilométer szelvénybe érve észlelte, hogy egy autó áll előtte az úton. Mint később kiderült, az úton vadon élő állatok egy szarvasrúdi kelt át, ezért kellett megállniuk. Ezt követően további 3 autó érkezett szintén Szekszárd irányából Bonyhád irányába. A 3 autó közül 2-nek a sofőrje időben észlelte a közlekedési helyzetet, azonban az 5-ként érkező kocsi sofőrje nem tartott követési távolságot, illetve későn észlelte az álló autókat, így az előtte megállónak ütközött, így az egész kocsisort egymásnak tolva. A balesetben 3 könnyebben megsérültek. A rendőrség felhívja a közlekedők figyelmét, hogy körültekintően vezessenek, és az útviszonyoknak megfelelően válasszanak sebességet, hogy mindenki hazaérhessen.